Itt vívott 1809. június 13-14-én Napóleon hadai ellen az utolsó nemesi felkelés Győr határában. Emlékezett vissza Simon Róbert országgyűlési képviselő köszöntő beszédében dr. Benkő Tibor, honvédelmi miniszter, a Honvédelem és az államigazgatás kapcsolata című előadását megelőzően Győrben. A honvédelmi szakember beszédében azt mondta, egy modern, hazája iránt elkötelezett hadsereget kell kialakítani, amely bármely más nemzet fegyveres erejével felveszi a versenyt. A béke fenntartására és megőrzésére készülünk. Sokan vannak vele úgy, hogy, és ez nagyon helyes, hogy a lakosság nem érzi, hogy béke hiányában élnénk, tehát békében, biztonságban érzik magukat az emberek. Ugyanakkor, ami dolgok történnek a világban, az arra figyelmeztet minket, mondjam úgy, hogy szakembereket, hogy igenis van mit tennünk. A miniszter ismertette a Zrínyi 2026 honvédelmi programot is, amiben komoly technikai fejlődésen megy keresztül a magyar honvédség, majd hozzátette, ilyen széleskörű honvédelmi és haderőfejlesztés évtizedekre visszamenőleg Magyarországon nem történt. Mi minden területen meg akarjuk újítani a magyar honvédséget. Ez a program éppen ezért két fő részből tevődik össze, a honvédelmi fejlesztés, amely magáról, az emberről, a katonáról szól, a katonát körülvevő világról és környezetéről, a katonák kiképzéséről, felkészítéséről, oktatásáról, a társadalomban elfoglalt helyükről és szerepükről. Valamint a fegyvernemek, a kiszolgáló, biztosító erők és a kiképzési feltételrendszerek is megújulnak. A program végére a magyar haderő az egyik legütősebbé válhat a régióban.